Üdvözlet mindenkinek, és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség a huának. Üdvözlet mindenkinek egy cikket szeretnék megmutatni, a The National Law Review 2020. augusztus 4 i kiadás, netlawreview.com a weboldal, ahol megtalálható, feltételezem, hogy törvényi szabályozás, illetve annak az értelmezése az a feladat, amit ők kitűztek célul. A cikk címe pedig oltás vagy elbocsátás, lényegében így fogalmazhatnánk, valaki vagy beoltatja magát, vagy megszűnik a munkaviszony. Kötelező védőoltás, mint munkahelyi rendelkezés. Természetesen azzal a propagandával kezdik a cikket, hogy milyen nagyszerű lesz majd, amikor felfedezik ezt a védőoltást, mert akkor mindenkit be lehet oltani, és biztonságos lesz majd a munkahely. Kevesebb lesz a betegség miatti távolmaradás, illetve az úgynevezett világjárvány elkerüli majd ezeket az épületeket, illetve irodákat. Már most arról beszélnek, hogy azok, akik belesznek oltva, azok szabadon tudnak majd utazni, illetve a szolgáltatásokat igénybe venni. Továbbá félelem nélkül tudnak dolgozni, mind a kollégák, mind pedig az ügyfelek körében. Mivel a teljes mértékben beoltott munkaközösség rengeteg előnyel jár, ezért kézenfekvő a döntés, hogy mindenkinek kötelezővé kellene tenni a munkahelyen. Minél hamarabb, annál jobb. Ők itt azzal foglalkoznak a későbbiekben, hogy mik azok a jogilag elfogadható, illetve legális. Kibúvók, melyeknek a munkáltatók kénytelenek lesznek helyt adni, vagy egyáltalán van-e ezeknek bármiféle létjogosultságuk. Ha már itt tartunk, akkor villámgyorsan hagyd mutassam meg ezt a rövid tájékoztatót, amelyet megtalálhat mindenki a kanyaró, a mumps, illetve a rubeola védőoltásnak a csomagolásában. A hatos szekció az, ami a mellékhatásokkal foglalkozik, és ezeknek a listája az eléggé terjedelmes. Attól tartok, hogy nem lesz idő mindet lefordítani, de amit esetleg így tudok, azok közül néhány a következő. Ez ugye itt a bőr alatti gyulladásra utal, illetve duzzanatokra, amikor is a zsírszövetben valamiféle gyulladás keletkezik, az átlagostól vagy a normálistól eltérő kanyaró is felléphet, láz, ájulás, fejfájás, szédülés, gyengélkedés, illetve ingerültség. Ha a keringési rendszert nézzük, akkor az érrendszernek a gyulladása, hasnyálmirigy gyulladás, gyomorrontás, hányás, émegés, a vér trombocita vagy platelet szintje is a normál alá süllyedhet. Ez mellett a fehérvér testek száma pedig növekedhet, ezeket nem tudom, hogy mik ezek a dolgok. Ez az anafilaxis, ez egy allergiás reakció különböző idegen anyagokra vagy vegyi anyagokra, a test különböző részén ödéma keletkezhet, illetve a légcső izmai görcsbe rándulhatnak. Izületi és izomgyulladás, agyvelő vagy agyhártyagyulladás, kanyaró, gm barré szindróma, illetve mindezek itt, amiket majd aki akar, esetleg az után nézhet. Tüdőgyulladás, fájó torok, köhögés, Stevens-Johnson szindróma, Henoch-Schönlein szindróma, és a többi, és a többi kiütés, az injekciózás területén fájdalom, duzzadás, hallásvesztés, vagy károsodás ugyanez a szem esetében is lehetséges, heregyulladás, illetve mellékheregyulladás. Azt még hozzátenném, hogy amiről itt szó van, az munkajog, arról még nincs szó, hogy kötelező lenne a védőoltás mostantól mindenkinek, Pusztán azzal foglalkoznak, hogy mi van akkor, hogy ha a munkáltató úgy dönt, hogy az úgynevezett koronavírus elleni védőoltás az kötelező lesz, illetve egy feltétele a munkaszerződés megkötésének. Meg kell értenie mindenkinek azt, hogy a munkáltatóknak egyszerű lesz azt mondani, hogy ez feltétele, ugyanis a gazdaság az teljesen tönkrement most, hogy hónapokra leállt, nincs annyi munka amúgy se, így sokkal egyszerűbb a feltételeket, úgy manipulálni, ahogyan csak az neki kedvez, vagy ahogyan szeretné. A COVID-19 következtében kialakult úgynevezett világjárvány lehetővé teszi a munkáltatóknak, illetve a törvényhozóknak azt, hogy szigorúbb munkahelyi szabályzatot vezessenek be. Ugyanis ezt közvetlen fenyegetésként lehet értékelni. Amennyiben valaki ezzel a COVID-19-el fertőzött, az jelentős kockázatot jelent Ugyanúgy, ahogy jelentős veszélyt is a munkatársaira nézve. Ez az, ami lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy bizonyos orvosi tesztmódszereket alkalmazzanak, illetve szigorítsák a szabályzatot. Az egyik ezek közül, hogy megmérik a dolgozóknak a lázát vagy testhőmérsékletét. Hozzáteszik azt, hogy még nincsen jogi szabályozás arra nézvést, hogy mi a teendő, amennyiben lesz egy COVID-19 védőoltás azonban jó tanácsot ad azoknak, akik kötelezővé szeretnék tenni, amennyiben majd rendelkezésre áll, illetve, illetve a munkaszerződés egyik feltételeként szeretnék ezt megállapítani. Ha már itt tartunk, akkor hagyj mutassam meg Sanofi Pasteur daptacel védőoltásához tartozó tájékoztatót, ami 26 oldalas diftéria, tetanusz és pertussis ellen véd, vagy nem tudom, hogy minek hívják ezt negyedik oldaltól láthatjuk azokat az esetekben, amikor nem javasolt, hiperérzékenység, agyvelőgyulladás, különböző idegrendszeri problémák, ezek után figyelmeztetések és elővigyázatosságra intenek, hogy mely esetek azok, amikor óvatosabban kell bánni ezzel. Ha valakit érdekel, nyugodtan nézeges át, ez az fda.gov weboldalon megtalálható. Végül pedig a hatos fejezetben hosszasan egysetelik mindazokat az eseteket, amikor valamiféle mellékhatás fordult elő a világ bármely táján, ahol alkalmazták a daptacelt, itt aztán látható a százalékos előfordulások és a súlyossága is. Ezeknek az eseteknek nézze vég mindenki, hogyha esetleg van erre szabad ideje, most nem megyek bele részletesen, de ezek mind azok az esetek, amikor valamiféle mellékhatás vagy komplikáció lépett fel a daptacel használata során, illetve közvetlenül azután vagy akár középtávon is néhány hónappal később. Még egyszer összefoglalva pedig a problémák különböző csoportjai itt ebben a listában. Ez itt vaccinestoday.eu, ami egy interjú dr. Arthur Kaplan-nel, aki bioetikus, és a New York Egyetem Langon orvosi centrumában vagy központjában dolgozik. A legérdekesebb az a válasza talán, amit arra a kérdésre ad, hogy vajon, amennyiben van egy megfelelő védőoltás, igazolható-e, igazolható-e annak kötelezővé tétele, vagy szükséges-e? Arról beszél aztán később, hogy egy csorda immunitást kellene elérni ami 80 százalék, és ez szinte lehetetlen, anélkül elérni, hogy kötelezővé ne tennék az oltást. Szerinte az USA-ban és Európában a lakosság bizonyos rétegeinek kötelezővé fogják ezt tenni, úgy mint a katonaság, illetve a kórházi dolgozók. Ezen kívül feltehető az is, hogy némely munkáltató is ezt a megoldást fogja választani. Ezáltal lehetségesé válik az, hogy ezt a csorda védettséget vagy immunitást elérjük kötelezővé tétel nélkül is, hiszen így a különböző szektorok összeadnák azt a százalékot, ami szükséges. Azt mondja a későbbiekben, hogy az emberek aggódnak ugye a magánéletük, illetve az adataik védelme miatt, a különböző nyomkövető applikációk, illetve a kötelező védőoltás például ezekbe az aggodalmak közé tartozik. Ő rávilágít arra, a szituációra, amit valószínűleg a legtöbben már értenek, hogy mindazok, akiknek van okos telefonjuk, azok gyakorlatilag már így is nyomon vannak követve. Nem vagyok benne biztos, hogy még van egyáltalán bármi is, amit fel tudnánk adni, mondja ő. Az etikai kérdés, ami felmerül, ugye az, hogy ha én úgy döntök, hogy nem oltatom be magam, vajon van-e jogom ahhoz, hogy megfertőzzek másokat azáltal, hogy én gyakorolom a szabadsághoz való jogomat. WHO weboldalán természetesen az összefogásra szólítanak fel, ahogy ők fogalmaznak globális összefogásra. Dr. Somia Swaminathan, a fő tudós vagy kutató az, aki azt mondja, hogy a COVID-19-es világjárvány, ahogy ők hívják, mint minden más egészségügyi krízis lehetőségeket kínál számunkra. Minden országnak össze kell fognia annak érdekében, hogy egy megfizethető, illetve elérhető védőoltást tudjunk előteremteni. A kilenc potenciális védőoltásból hét már a klinikai kísérleti fázisban van. Azt az a gyógyszeripari cég pedig megállapodott 300 millió dózis elkészítésére. Ez pedig már a Journal of Pediatrics, ami gyermekgyógyászati folyóirat, Arról beszélnek, hogy 1,2 millió ember fertőződött meg világszerte, 65.606 meg. Állítólag COVID-19 fertőzés következtében, ami 5,4%-os halálozási arány. Azt állítják, hogy ennek ellenére még mindig a sötétben tapogatózunk, hogy vajon mi is a valós halálozási arány. A probléma az, hogy valószínűleg azokat tesztelték, Többnyire akiknek voltak tünetei, súlyos tünetei ráadásul. A többség, aki kapcsolatba került ezzel az állítólagos betegséggel, tünetmentes maradt, vagy észesen vette azt, hogy egyáltalán megkapta. Így a valós arány az jóval rosszabb, hiszen kevesebb embert teszteltek. Ezért tehát nem tudhatjuk a tényleges halálozási arányt. Minél több embert tesztelünk, annál kisebb vagy alacsonyabb ez a halálozási ráta. Amennyiben pontosan tudnánk a halálozási rátát, akkor más lenne vagy változna a hozzáállásunk. Ezek az elképesztő rendelkezések, melyek megbénítják az egész világot, korlátozzák az embereknek a mozgását, lezárják a különböző üzleteket és iparágakat, súlyos és egyáltalán nem egyszerűen visszafordítható veszélyeket és károkat okoznak a helyi és nemzetközi gazdaságnak. Kérdés az, hogy vajon ez megfelelő hozzáállás-e. Vagy indokolt? Jordan Hubert azt írja, hogy nem tudjuk. Súlyos problémát jelent az, hogy egy nagyfokú, széleskörű társadalmi izoláció vagy elszigetelődés, mely hetekig vagy hónapokig tart, melyhez társul egy szétbomló gazdaság, súlyos, előre nem látható következményekhez fog vezetni, mint például a társadalmi elégedetlenség, illetve a hatalommal való szembefordulás. Ezek sokkal súlyosabbak, mint a COVID-19 maga. Ez itt egy érdekes cikk dr. András Tersektől, aki alkotmányos jogász és Szlovéniában él, arról beszél, hogy egy 2004-es fertőző betegség törvénycsomag lehetővé teszi a védőoltás kötelezővé tételét Szlovéniában, annak ellenére, hogy az esetleg személyi szabadságokat vagy a vallásgyakorlás szabadságát, illetve egyéb jogokat sért. Fontosabb ugyanis az a haszon idézőjelbe, amit a védőoltás biztosít, mint bármi más. Nem lehetséges tehát arra hivatkozni, hogy ez az én személyes szabadságjogaimat, vagy a vallásomat, vagy bármi más sért, ugyanis a legfelsőbb bíróság úgy határozott, hogy ez egy közegészségügyi kérdés, és a populáció egésze az fontosabb, mint az egyén. A másik dolog az érdekes, hogy az orvosi szakemberek lesznek azok, akik eldöntik, hogy vajon szükség van-e kötelező védőoltásra, illetve lehetséges-e kivételt biztosítani valakinek. Vége hosszan nincs azoknak a cikkeknek, ahol a világot turaló és irányító elit manipulálja a hordát, illetve a csordát. Ez például a politico.eu cikke, melyben arról számolnak be, hogy a lengyel elnök Andrzej Duda próbál kedvezni azoknak, akik védőoltás ellenesek, mikor arról beszél, hogy én egyáltalán nem vagyok a kötelező védőoltásoknak a híve, és a koronavírus elleni védőoltás egyáltalán nem lehet kötelező. Sőt, azt is mondja, hogy én személy szerint soha nem voltam az influenza ellen beoltva. <laughs> Persze, hogy nem, lengyel elnök. Azért ők tudnak valamit. Én azt mondom, hogy szépen lassan mindenkinek el kell kezdenie felkészülni arra, ami következik, hogyha esetleg még nem tette meg. Mogalmam sincs, hogy mi a helyes döntés, vagy mi a helyes állásfoglalás ebben vagy abban a helyzetben, de szerintem nem fog ártani senkinek, hogyha mostantól egy kicsit tudatosabban és gyakrabban fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. Illetve nem csak a védőoltás kérdésével, hanem számos más dologgal.